A félidőben 8 hétre vezet a magyar női vízilabda válogatott Olaszország ellen, és velem szemben pedig két válogatott kerettag, akik a mai mérkőzésen nem játszanak, Hevesi Anita, illetve Gurisati Gréta. És hát kíváncsi lennék arra elsőként, hogy ugye ha az első mérkőzésből indulunk ki, ott nagyon rosszul sikerült az első negyed, ott 7 gólt dobtak az olaszok. Gondolom Merész András felhívta a figyelmet a védekezésre, de ha azt nézzük, akkor azért a 7 kapott gól az most is sok. Igen, köszöntöm a nézőket. Az olaszországi meccsen nagyon gyorsan elhúztak az olaszok, most ez szerencsére nem így történt, felzárkóztunk, de nagyon sajnálom az akciógólokat, hiszen az emberhátrányos védekezésünk az tökéletesen működik, kicsit nagyobb odafigyelés kéne, hogy ezeket kivédekezzük. Azt említettétek, amikor így a mérkőzés előtt beszélgettünk, hogy kíváncsiak lesztek majd a bírói felfogásra, van különbség az olaszországihoz képest? Hát mindenképp úgy gondolom, hogy most nagyon korrekten fújnak a bírók. Hát a kint az olaszországi meccset nézve szerintem túl hamar ítéltek meg az olaszoknak mindent, tehát hogy ugye nyilván tudjuk, hogy az olaszok kicsit színészkedősebbek, most szerintem abszolút nagyon jól fújnak. És beszéljünk még pozitívumokról, ez pedig a 8 dobott gól, és hát az, hogy egy parádés második negyedet produkáltunk különösen támadásban. Igen, nagyon erős iramot megy a csapat, ezt külön kérte a kapitány is, hogy húzzuk meg, minden támadásnál próbáljunk lefordulni, zicsereket lőni. Nagyon remélem, hogy ez a lendület megmarad a meccs második felére is. Azért néhány szóban a ti helyzetetekről is beszéljünk, hiszen Anita, te ugye játszottál az első két meccsen, Gréta nem. Ilyenkor egyébként hogy élitek meg, hogy a partról kell nézni ezt a találkozót? Hát szerintem ugyanúgy, mint a csapat. Nyilván nem ugyanannyira benne a meccsbe, de mi is ugyanúgy figyelünk minden momentumra. Mi is próbáljuk kitről segíteni a többieket, nyilván annyira nem hallanak minket, de szerintem szívvel lélekkel mi is ott vagyunk mindenképp velük. És mit vártok a folytatásra? Ugyanezt a jó játékot, a támadásban egy kicsit pontosabb befejezéseket, és én úgy gondolom, hogy ez egy nyerhető meccs. Bízunk benne, hogy így lesz. Kedves nézőink, már is következik a második játékrész.